és beáll a végén Ludwig von Bayern. Start, elindult a 2014-es BBAG Baden-Baden díj, Ludwig von Bayern nagyon jól ugrik a gépből, és egyelőre vezet. Ludwig von Bayern mellette Double Piccolo, Ludwig von Bayern Double Piccolo, Viva la Diva, kívül Toyana Bentaforon Springolina követi a vezető kettőst. A sor végén 2-3 hosszal egyelőre Shizu Meriter, de azért az ő helyzete sem reménytelen az utolsó 1200 méteren belül az élen. Ludwig von Bayern, illetve Bentaforon most Springolina próbál mellé felmenni. Ludwig von Bayern, Springolina, Double Piccolo, mögöttük másik két favorit Toyana, illetve Viva la Diva, egy picit lovagolja már Varga Zoltán Shizu Meritert, hogy tudja tartani a lépést a vezető lovakkal. A kanyarhoz érve a mezőn, Springolina megy visszafelé, Shizu Meriter nem tud zárkózni, négyen maradtak a frontban. Ludwig von Bayern, aki vezet a startó kezdve, mellette Double Piccolo egyelőre nagyon-nagyon jól mozog, könnyen jön mögöttük Toyana, és könnyen jön mögöttük Viva la Diva. Enélo küzdelmére számíthatunk az utolsó 400 méteren belül, de lehet, hogy mire a befutóra érnek majd. Double Piccolo mellett elmegy Toyana és Viva la Diva, és a három favorit döntheti majd el a versenyt. Ludwig von Bayern mellett elmegy most Toyana, kívül azonban jön Viva la Diva. Toyana és Viva la Diva küzdhetnek majd a győzelemért. Az utolsó 300 méteren belül Viva la Diva erősebbnek tűnik. Viva la Diva kerekessel könnyedén sétál el Toyana mellett, és Viva la Diva megnyerheti a BBAG Baden-Baden díjat. Még 100 méteren a hátra, ahogy közeledik a célhoz, úgy nő folyamatosan Viva la Diva előnye. Lesétálja ezt a mezőnyt Viva la Diva kerekes Károlyjal. Nagyon-nagyon könnyű sikert arat ebben a futamban. Viva la Diva a győztes. Viva la Diva, mögötte Toyana a második, harmadik Ludwig von Bayern. Elfáradt a végén Double Piccolo, ő lesz a negyedik, ötödik Springolina és hatodik Shizu Meriter. Hát nyer már korábban Viva la Diva ilyen versenyt, ugye ezt is olvashatjuk a Turfban, úgyhogy újra megnyeri 5 évesen is Kerekes Károllyal. Hát 4-7-5, ahogy azért arra nagyjából lehetett számítani, ez a három ló nagyon kilógott, nagyon kimagaslott a friss formák az idei teljesítmények alapján, és egymás között intézték el az első három helyet. Ludwig von Bayern elég hamar megadja magát, és hát őszintén szóval Toyana is, azt gondolta, azért közelebb lesznek egymáshoz ők hárman. Figyelem, hát a nyolcadik futam nem hivatalos futásrendje. 4-es, 7-es, 5-ös, ismétlem, 4-es, 7-es, 5-ös.